Azért van szüksége Temerinnek pótköltségvetésre, mert az idei év első 6 hónapjára vonatkozó pénzügyi beszámolóból kiderült, a tervezett bevételnek csak 36%-a valósult meg. Ennek két oka van. Az egyik a kapitális utalások magasabb állami szintű, meg a nemzetközi donáció nem sikerült, tehát a tervezettet nem valósítottuk meg. Ez a két tétel viszi a többit is, tehát a többi 30 bevételi forrás az a meghatározott szinten valósult meg, tehát a 44-45%-ba. A község eddig csak azokat az egyetemistákat támogatta, akik 8 és felestől nagyobb tanulmányi átlaggal rendelkeztek. A Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére ma döntés született arról, hogy a nem anyanyelvükön tanuló egyetemisták már 8-as átlaggal is pályázhatnak az ösztöndíjra. Érvényesül a pozitív diszkrimináció a temerini egyetemisták számára is. Magyarán megmondva, akik eddig magyarul tanultak, ugyebár magyar anyanyelvűek, mindig is nehézséget okozott nekik a szerb nyelven való továbbtanulás az egyetemeken, így az első két évben náluk nem 8 és feles átlagot követel majd az ösztöndíj szabályzat, hanem 8-as átlagot. Az ülésen a képviselők döntöttek arról is, hogy rendezik a községhez tartozó járéki temető környékét, ahol majd emlékpark épül a II. Világháború végén kivégzett németek emlékére. Döntés született továbbá arról is, hogy megdrágult Temerinben a távfűtés és a kéménytisztítás.